Sziasztok és üdv újra itt a csatornámon! A mai videó a BookTalk első része lesz. Amikor felvettem a könyvkempinges vlogomat, nagyon megtetszett az, hogy egy csomót beszélgettem veletek különböző témákról, és emiatt szerettem volna elindítani egy olyan videósorozatot, amiben különböző könyves témákról lesz szó, lesznek itt filmek, minden is, ami kell egy ilyen csatornára. Szóval ezért gondoltam azt, hogy ez lesz a nagy visszatérő videóm, ugyanis egy hónapja? Nem tudom, mióta nem volt videó a csatornámon, és ez azért van, mert kivételesen jó indokom van rá, szakdogát írtam méghozzá 2 hét alatt. Igen, nem kell elítélni, sajnos ez az én saram volt, hogy ennyire a végére hagytam. Ez vagyok én, mindig mindent a végére hagyok, egyszerűen nem tudok semmit leadni időbe, és nyilván ezt a szakdogámmal is meg kellett csinálni. Szóval maradjunk annyiban, hogy eléggé megszenvedtem ezt a 2 hetet. Jó lett volt az 3 is, de a törzs szöveget magát kb. 2 nap alatt írtam meg. Igen, a kutatás része viszont hosszadalmas procedúra volt, mert mivel én filmes szakon vagyok, rengeteg filmet kellett megnéznem ahhoz, hogy össze tudjam rakni a szakdogámat, de végre megszületett, és igazából már majdnem 4 hete leadtam, viszont annyira sok mindent kivett belőlem ez a pár hét, hogy valahogy rosszul voltam attól, hogyha olvasnom kell, nem bírtam filmeket nézni, mert egyszerűen nagyon rosszul voltam attól, hogy valaminek van története, és nem csak egy valóságsót bámulok, emiatt szoktam vissza egyébként Kardashianékra, na mindegy. Tehát nagyon sok mindent kivett belőlem ez, és most is úgy szeretnék visszatérni a YouTube-ra, hogy elindítom ezt a sorozatot, ugyanis ezt már tök régen említettem nektek, hogy szeretnék majd egy ilyet, ahol különböző témákról beszélgetünk majd. A mai videóban egyébként 3 témát szeretnék majd hozni, és tényleg ezek ilyen indító témák lesznek. Az első téma például a recenziós könyvek lesznek, amiről már nagyon régóta szerettem volna veletek beszélni, mert szerintem ez egy olyan jelenség, amivel jó tisztában lenni, hogyha követünk booktubereket vagy bookstagrammereket, vagy hogyha tartalomgyártók vagyunk, vagy szeretnénk lenni, ugyanis a recenziós könyveket nagyon sokan lebecsülik, úgymond, mert maradjunk annyiban, hogy az influencerek világában élünk, rengeteg influencer van, számát nem lehet megmondani, hogy mennyien vannak már, és igazából a booktuberek könyves influencerek, ugyanis kapnak egy könyvkiadótól egy könyves példányt, amit ők elolvasnak és bemutatnak a csatornájukon. Na hát ez a jobbik verzió, maradjunk annyiban, ugyanis van az a csoport is, akik megkapják a könyveket, bemutatják, de igazából nem olvasták el, csak egy ilyen bemutató videót készítenek róla, unboxingot vagy hasonlót. Igazából mind a kettő megfelelő a célnak, ugyanis van, hogy a kiadóval annyi van megegyezve, hogy bemutatod azokat a könyveket, van, hogyha te kéred fel az adott kiadót, hogy szeretnél erről meg erről a könyvről egy ilyen meg ilyen videót csinálni, akkor nyilván te szabod meg azt, hogy milyen tartalmat fogsz majd gyártani a csatornádra. Viszont azt kell tudni ezekről a könyvekről, hogy a kiadókkal általában nem az a megegyezés, hogy csak jókat mondhatsz ezekről a könyvekről. Nekem is volt több olyan recenziós könyv, ami nem tetszett, én elmondtam róla a véleményemet, elküldtem a kiadónak, és megköszönték. Itt azt kell tudni, hogy igazából nem a kiadónak a munkáját ásod el ezzel, mert te csak egy véleményt mondasz egy adott könyvről, és nem úgy kell tényleg ezt elképzelni, hogy megmondják, hogy ha te rosszat mondasz erről a könyvről, akkor nem tudom, vissza kell küldened, mert ez tényleg nem így működik. Ez semmiképpen nem így működik. Onnantól kezdve, hogy te megkapod azt a könyvet, az igazából a tiéd, elolvasod, megcsinálod róla a tartalmat, és visszaküldöd a kiadónak. Tehát igazából sosincs az megkötve, hogy neked jót, rosszat kell mondani, vagy hogyha valaki meg akarja kötni, akkor én már eleve nem szoktam ebbe bemenni. Inkább ez akkor szokott lenni, amikor írók keresnek meg, nem a könyvkiadókkal szokott ez lenni. Az írók általában promotálni akarják a könyvet, az adott könyves tartalomgyártóval, hogy mennyire jó, vedd meg, úristen. Nem általánosítok, mert nagyon sok író nem ilyen, de én már több íróval találkoztam, akik tényleg úgy kerestek meg, hogy mondjál már szépeket a könyvemről, megkapott cserébe, stb. Én ilyen recenziókat nem szoktam vállalni, viszont azt bevallom, hogy nem minden recenziós könyvet szoktam elolvasni, és ez a régi videós Edinára vonatkozik, ugyanis van egy olyan dolog, amikor ugye nekünk könyves tartalomgyártóknak nincsen túl sok nagy mérföldkője a YouTube-os karrierünk során, csak az, amikor elkezdünk együttműködni a kiadókkal. Én például először a könyvmai képzőtől kaptam könyveket, én kerestem meg őket, és meg is kaptam a köteteket, aminek nagyon-nagyon örültem, és tényleg ezután így beindult egy ilyen láncreakció, hogy akkor
Minden kiadó bármit felajánlottak, nekem küldenek könyvcsomagot, én rögtön igent mondtam rá, nem is gondoltam át, hogy milyen könyvek vannak benne, belefér az időmben, el tudom-e olvasni, viszont ez szerintem nagyon fontos, hogy átgondoljuk, hogy milyen recenziókat vállalunk, mert igenis ez egy tisztelet nyilvánítás a kiadó felé, hogy csak olyan könyveket vállalsz el és mutatsz be a csatornádon, amit elolvastál, és ezáltal egy nagyobb, egy teljes egész képet tudsz mutatni az adott kötetről. Nekem is több olyan videóm volt, amiben kaptam egy nagy könyves csomagot, PR csomagot a könyvkiadóktól, és bemutattam a frissen megjelent könyveket. Ez is teljesen megállja a helyét, viszont én jobban szeretek úgy beszélni a könyvekről, úgy ajánlani, hogy olvastam is, emiatt tényleg így meghúztam most a határt 2023-ban, hogy csak is olyan recenziókat fogadok és kérek el, amit el fogok olvasni, és eddig egyébként ez nagyon jól működik, minden recenziómat elolvastam, szóval nagyon tartom most ezt a szintet. Na jó, egy kicsit talán kamusztam, ugyanis a Szerelem képletének a második részét még nem olvastam, de azt is bemutattam a csatornámon, és nem sokára el is fogom majd olvasni. Most is egyébként vagyok együttműködésben kiadókkal, például nem sokára a könyvmai képzőtől fogok elolvasni, és vlogolni erről a könyvről, ugyanis hát megjelent El Kennedynek a The Legacy, és pont jókor, mert szerintem most nagyon jót fog nekem tenni egy ilyen kis könnyed olvasmány, szóval arról mindenképpen láthattok majd egy ilyen hétvégi vlogot, mindenképpen el fogom olvasni, és ha már így rátértem ezekre a recenziós dolgokra, akkor a második témámat is így belököm nektek, hogy miket tervezek mostanában olvasni. Az elsőt már elmondtam, hogy El Kennedytől a The Legacy-t mindenképpen el szeretném olvasni. Imádom az Off-Campus, muszáj elolvasnom ezt az új kötetet, mert kíváncsi vagyok, hogy mi történt a fiúkkal és a párjaikkal ez alatt az időszak alatt. Most úgy mondom, mintha nem is tudom, valami igazi emberek lettek volna, és nem találkoztam volna velük már vagy 2 éve, de tudom, hogy milyen ez az érzés, szóval most nagyon kíváncsi vagyok erre a könyvre. A következő olvasási tervem az nem annyira a távoli jövőbe, hanem inkább hétfőig van kijelölve ez az Ahsoka könyv, ugyanis hétfőn vissza kell mennem a könyvtárba, és jelenleg a felénél tartok, de nagyon szeretném elolvasni, mert eddig egyébként tökre tetszik, megvannak a gyerek hibái. Maradjunk annyiban, hogy megvannak a hibái, viszont nagyon szeretem, mert Star Wars és Ahsoka is, úristen, szóval nekem eddig nagyon tetszik, szerintem a vége is majd szupi lesz, de majd havi értékelőben majd beszélek róla bővebben. A következő könyvet a HVG kiadótól kaptam, ez Tom Feltontól a Túl a varázslaton. Igen, most csak a védőborítóját mutogatom, mert hogy Egerben hagytam a könyvet, mert ezt most hétvégén nem terveztem elolvasni. Ezt a könyvet egyébként beválasztottuk az Eszterházi Bookcast-nek a júniusi közös olvasmányába, hogyha jól emlékszem, június 12-én fog talán megjelenni ebből a könyvből a Bookcast, de nem vagyok biztos benne. Ezt egyébként hárman fogjuk olvasni a lányokkal, már nagyon várom, mert először Ellen Rickman könyvét szerettük volna olvasni, de az nagyon hosszú, most egyikünknek se fér bele az idejébe, és mivel már megjelent egy másik Mordekárosnak is az ilyen életrajzi könyve, ezért ezt választottuk, és hát nagyon-nagyon várom már. A következő könyvhöz is fog tartozni majd egy videó a csatornámon, de ezt még nem szeretném elmondani nektek, mert hát amúgy nem titok, de még ezt egy kicsit hadd fedje a kulisszatitok. Ez Alice Walkertől a Bíbor szín, amit nagyon régóta el szerettem volna olvasni, leginkább Evelyn nyomására, mert ő nagyon mondta, hogy nagyon jó ez a könyv. Viszont nagyon-nagyon csalódott voltam, hogy nem lehet kapni abba az eredeti szép kiadásba, miért mondtam azt, hogy na mindegy, szóval az eredeti kiadásban nem lehet kapni, csak ebben a, mi ez, ebben a kapszulakönyvtáras verzióba, ami miatt én nagyon csalódott lettem, mert a moly.hu-n meg tudtam volna venni, csak SOS-be kellett nekem a könyv, szóval így megvásároltam, egyébként ennek 2000 forint az ára, de nagyon sok Libris pontom volt, szóval meg tudtam venni 1000 forintért, szóval igazából jól jártam vele, bármivel szemüveges vagyok, hát amúgy annyira nem kicsik a betűk, jaj. Hát na, annyira nem kényelmes olvasni, mint a nagyobb alapú könyveket, de hát ez van. Az utolsó könyv még nincs itthon nálam, mert azt is Egerben hagytam. Ez Elie Hazelwoodtól a Szerelem képletének a második része, aminek most hirtelen nem jut eszembe a neve, de rózsaszín a könyv. Az is rajta van most a várólistámon, amit így nyáron el szeretnék majd olvasni, de biztos lesz még nyári TBR, hogy
melyek lesznek azok a könyvek, amiket mindenképpen el fogok olvasni. Viszont Elie Hazelwood könyve rajta van, mert a szerelem képletét nagyon szerettem, és ebből is szeretnék majd csinálni valami kis vlogocskát, mert ezt is egyébként recenzióként kapta, mint ahogy az első részt is. Arról is van egy vlog, szóval erről is legyen már akkor. Az utolsó téma pedig egy kicsit ilyen önpromó céllal jön létre, ugyanis nemrégiben regisztráltam a Vintedre, ami én tökre meglepődtem, hogy ez így működik ez az oldal. Az a lényeg egyébként ennek az oldalnak, nem tudom, hogy hallottatok már erről, meg én is csak arról tudok beszélni, amit így saját magam megtapasztaltam már, az a lényege, hogy nagyon nehezen tudnak titeket átvágni, ugyanis, hogyha az adott könyvet, vagy bármilyen ruhát, bármit megvásárolsz az adott személytől, akkor addig nem kapja meg a pénzt, ameddig te fel nem adtad a csomagot. Tehát, hogy ez úgy működik, hogy a Vinted generál neked egy kódot, például én a Foxpostot ismerem, generál neked egy kódot, fel kell adnod a csomagot, és neked igazából nem kell fizetned érte semmit, hanem amikor a vásárló elmegy a könyvért, akkor tud fizetni a Foxpostnál, és utána kapod meg a pénzedet, hogy ténylegesen oda került az adott emberhez, ő kifizette, és utána kapod meg a pénzt. Remélem, hogy érthetően mondtam, mert nagyon belekavarodtam. A lényeg az, hogy azért is inkább a Vinted-en szeretném eladni innentől kezdve a könyveimet, mert hogy meg tudod adni, hogy mekkora csomagba szeretnéd belerakni ezeket a dolgokat, és meglepően olcsóbb, mint hogyha feladnám alapból Foxposttal, vagy feladnám postán, szóval szerintem ez egy nagyon jó dolog, szóval mindenképpen megéri szerintem regisztrálni. Én Edina Baki nevem vagyok elérhető, valahogy elíródott a nevem, de semmi baj, lehet a szüleim is azt gondolják rólam, hogy valami bakis ember vagyok, vagy nem tudom. A lényeg az, hogy megtaláltok Vinted-en, szerintem érdemes követni, mert nagyon sok könyvet szoktam felrakni, illetve ruhákat, hogyha vannak itt még húsis lányok rajtam kívül, akkor szerintem ez egy tök jó dolog lehet. Mindenképpen ajánlom nektek a Vintedet, tök sok könyves youtuber fent van, meg könyves ember, meg rengeteg könyvet lehet ott olcsón megszerezni, szóval csak ajánlani tudom nektek ezt a Vintedet, és tényleg nem ilyen fizetett promóció, vagy nem tudom, csak ez egy ilyen tök jó új felfedezés az életembe. És hogyha már ilyen applikációkról beszélünk, akkor maradjunk annyiban, hogy én most regisztráltam először életembe könyvtárba, vagy iratkoztam be, és például Egerben a Bródiban úgy van, hogy van egy ilyen applikáció, amit le tudsz tölteni, majd ide berakom nektek a képét, mert hirtelen mit teszem most az applikációnak a neve, de ott látod, hogy mely könyvtárakba vagy beiratkozva, milyen könyveket kölcsönöztél ki, tudod vezetni, hogy melyeket olvastad el, melyeket nem olvastad el, látod a határidőket, meg tudod hosszabbítani a kölcsönzési határidőt, szóval én teljesen le voltam hidalva, hogy ilyen létezik a mai világban, lehet boomer vagyok, és még nem szoktam hozzá, hogy vannak ilyen dolgok, de nekem ez egy tök nagy felfedezés volt, szóval ezt is csak ajánlani tudom nektek. Na és hát ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Nagyon remélem még azt is, hogy nem beszéltem bénán, mert hogy nagyon fura volt most nekem így visszatérni ennyi idő után. De a lényeg az, hogyha van valami gondolatotok a témákkal kapcsolatban, akár a recenziós könyvekről, milyen könyveket szeretnétek mostanában olvasni, vagy a Vintedről, vagy erről a könyvtáros applikációról, akkor ezt írjátok meg kommentben, mert nagyon szeretném, hogy olyan legyen ez a videó sorozat, hogy alatta egy csomót beszélgetünk kommentben, egymással, ti is beszélgethettek, szóval gyertek kommentálni, mert tök jó dolog szerintem. És hát ennyi is lettem volna mára, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Találkozunk legközelebb is, sziasztok!